2022. februárja. Ezek a felvételek a háború kitörése előtt két héttel készültek. Kárpátaljai kollégáink pontosan egy évvel ezelőtt jártak a Nyugat-Ukrajna kulturális fővárosaként is emlegetett Lemberg városában. Akkor még turisták sétálgattak a város macskaköves utcáin, és senki sem gondolta, hogy néhány nap múlva az élet gyökeresen megváltozik. Idén februárban a legforgalmasabb helyen, a piac téren is alig néhány helyi lakost látni, nincsenek utcai árusok sem. Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja azonban nem turistaként, hanem régi barátként érkezett a történelmi városba. Közel egy éve tört ki a háború, azóta igazából nem volt alkalmunk találkozni a lembergi magyarokkal, és most a miniszter úr egy személyes levelet küldött a Lembergi Magyarok Egyesület elnökének, Szarvas Gábor úrnak, aki egy nagyszerű ember, és elhoztam a miniszter úrnak a születésnapi köszöntő levelét. És ebből az alkalomból úgy szerveztük a találkozót, hogy legyen lehetőség néhány szót váltani az itteni magyarokkal, azokkal a nagyszerű pedagógusokkal, egyetemi tanárokkal, művészekkel, akik a magyarságot itt Lembergben képviselik. Itt közel 200 magyar ember él, sajnos sokuk elutazott határokon kívülre, de akik itt maradtak, kitartanak és ápolják a hagyományainkat, a magyar kultúrát és büszkeségeink lehetnek. Jó egészséget és további sok sikert kívánok önnek! Megtisztelő lenne, ha a jövőben is együtt dolgozhatnánk. Áll a köszöntőlevélben, melyet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter küldött Szarvas Gábornak, a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség elnökének születésnapja alkalmából. Szarvas Gábor, aki főállású építész és egyetemi oktató, 2003 óta vezeti a szövetséget. Elsődleges feladatának a magyar kultúra megismertetését, népszerűsítését tekinti. A rendezvényeik, a kiállítások, a hangversenyek nagyon népszerűek voltak. A háború kirobbanását követően egy időre azonban teljesen felfüggesztették a szövetség tevékenységét, és inkább a menekültek megsegítésére koncentráltak. Természetesen egy fél évig nagyon nehéz állapotban voltunk, meg kellett segíteni a menekültek elhelyezésével. Itten az egyik barátunk felajánlotta, hogy az ő étterme kimondottan a menekültek étkeztetésére lesz irányítva, és akkor mink ilyen társadalmi munkában a szövetség tagjai nagyon sokan ott dolgoztunk. A szövetség igyekezett mindig olyan kulturális élményt nyújtani, amelyben nem csupán a magyarok, de az ukránok is kedvüket lelik. A háború miatt ezek a színes programok egy időre leálltak, azonban a szervezet szárnyai alatt működő vasárnapi iskola továbbra is működik, hiszen a közösség számára fontos, hogy a magyar nyelv ne merüljön feledésbe. Fellép egy olyan igény, hogy a gyerekeket azon kívül, hogy a családokban valahogyan magyarul is beszélő valaki megtanítja ugye az unokáját vagy a gyerekét, ez egy kicsit egyéb szervezettebb szinten is megtörténjen. Az immár egy éve zajló háború következtében nagyon sokan hagyták el Ukrajnát. Az utóbbi két évtizedben az alapító tagok közül mintegy 30-an költöztek át Magyarországra, most pedig ismét búcsúzni kellett néhány távozó családtól. Mindezek ellenére Szarvas Gábor és az ottani maroknyi magyarság minden erejével azon dolgozik, hogy továbbra is az az érdekes színfolt maradjon Lemberg életében, amelyre a helyiek mindig elismerően tekintettek és tekinthetnek majd a későbbiekben is.